A karácsony egy olyan alkalom, amikor fontos, hogy jól érezzük magunkat, és olyan finomságokat is fogyasztunk, amelyeket az év más szakaszaiban nem feltétlenül ennénk meg. A diabétesz kezelése ilyenkor persze nehezebb lehet, hiszen rengeteg csábító karácsonyi étel és ital közül választhatunk. Ugyanakkor szerencsére rengeteg hasznos információ áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy jól mulassunk az ünnepi időszakban, anélkül, hogy veszélyeztetnénk az egészségünket, vagy a cukorbetegség menedzselését. Győződjünk meg arról, hogy minden szükséges gyógyszerrel rendelkezünk, amíg az orvosi rendelő zárva tart, például legyen elegendő tesztcsíkunk és inzulinunk is az ünnepek alatt. Mielőtt forgalmas helyekre mennénk, vagy olyan embereket látogatnánk meg, akiknél magas a kockázata annak, hogy esetleg súlyosan megbetegedjenek, érdemes végeznünk egy gyors tesztet, érdemes lehet beadni szintén az éves influenza elleni védőoltást is ilyenkor. Bár ilyenkor szívesen tesszük fel a lábunkat és pihenünk az ünnepi időszakban, mégis fontos, hogy valamennyire mégis mozgásban maradjunk. Ez segíthet a vércukorszint, a vérnyomás, a vérzsírok kezelésében és a testsúlyunknak a szinten tartásában is. Számos egyszerű és szórakoztató módszer létezik arra, hogy mozogjunk valamit, még a hidegben is. A gyors tempó séta például remek módja ennek, és a korcsolyázás szintén segíthet ebben. Inkább forraljuk vagy pároljuk a zöldségeket, mint sem süssük, így sokkal több vitamin és ásványi anyag marad meg bennük. Ha minden étkezésnél zöldségeket fogyasztunk, az segíthet megelőzni a vérnyomás és a vérkoleszterin szintjének az emelkedését is az ünnepek alatt. Ezen kívül mindannyiunknak meg kell próbálnunk kevesebb sót enni, hogy szinten tartsuk a vérnyomásunkat. És végül nagyon fontos az, hogy ne érezzünk bűntudatot, hogyha élvezünk néhány karácsonyi finomságot. Ne feledjük, hogy nincsenek tiltott ételek, nyugodtan engedjünk néhány finomságnak, ügyeljünk arra, hogy milyen ételeket eszünk, viszont ne idegesítsük magunkat, hogyha többet eszünk, mint általában, vagy olyan ételeket választunk, amelyek nem a legjobbak számunkra. Várható egy kis eltérés a megszokottól ilyenkor, ezt élvezzük ki, majd másnap térjünk vissza a megszokott menetrendhez.